füllet meleg van, te levegjek meg, most esett le az eső, és ez a párás nehéz levegő van. Úgyhogy dől mindenkiről a víz, és a ventilátort nem tudjuk bekapcsolni, mert az akkor meg hangos lenne, a sminkelős csaj meg nem jött már. Yeah. Úgyhogy kicsit így félleni fog az arcunk az adás közben, nem baj. Na, nagyon sok szeretettel köszöntünk ismét titeket itt a telefonok, illetve laptopok, tabletek képernyője előtt a Trollfoci YouTube channel mai adásában. A mai epizódban ismét előveszünk nektek 10 darab eseményt, ebben az esetben ugye mennyei, megyei gólt, és azokat próbáljuk meg a magunk szemüvegén keresztül elemezni és beszélni róla. Arra kértünk titeket, hogy küldjetek nekünk mennyei, megyei gólokat, amelyek a 2018-19-es szezonban születtek. Kaptunk is egy csomó videót, mondjuk nagyon-nagyon sokat kellett szelektálnunk, mert volt pár használhatatlan, ugye, mert kaputelefonnal készültek, de hát ugye mennyei, megyei ezen nem csodálkozunk. Na és ugye az történt, hogy Sanyika kezelte ezeket az e-maileket, mi még nem láttuk ezeket a gyönyörű szép találatokat, és minket a meglepetés erejével fog jönni. Délegyháza Párty. Ezt én mintha már láttam volna valamikor, de lehet, hogy nem. Figyelj, egy parádés indítás. Bum! És úgy, hallod, jobbról jött neki a labda, és bal külibe? Bal küli szerintem, jó. Jobbról jött a labda, és... Figyelj, nézd csak. Bám! És bal külibe. Figyelnek, hogy minden nap ilyen gólokat rúgna, hallod? Ennyi. Szerényen, igen, föl a szerénység. Kicsit mondjuk jobban helyezhette volna, most tényleg viccet félretében, mehetett volna a fősosorokba is, de ne együtt elhetettenek, ez még mindig egy megyei meccsről van, azt. Rátalálta, ahogy kell. Sándor, gratulálunk ez a nagyon szép gólhoz. Most nem fogjuk mi sorrendbe állítani a gólokat. Ja, nem szeretnék. Hanem ti, ide kommentbe, mondjátok meg. A játék a Borsodinak a támogatásával zajlik, és pluszban mi még egy trófot is ajándék csomagot is adunk a győztesnek. Szóval szavazatok, mondjátok meg, hogy melyik legyen a legszebb gól, és utalmazzuk a góllövőt. Menjünk tovább, Keresztes Norbert kapos hölgye. Amit mondtál az előbb, hogy egy pár videó kaputelefonnal készül. Azt mondja, a szabadrugáshoz készülődik a kapos hölgye, 14-es számú játékosa. BAM! És tudod, ez beadásnak szállt szerinted? Biztos, hogy én csak lecsúszott. Hát mert nagyon lassan, pedig így... Tök lassan így pottyam be a labda. Valójában nem, most nem akarom a gólövő érdemét elmenni. Nem. Én kérdeztem csak. Ez a kapusival, ez a hatalmas kapusival. Úgy, hogy a kapus loptál a hosszú. De figyeled a kezét a srácnak? Len van, ahogy a jó. Fölteszi, beadja. Aha, kapus az... De látom, még a kapus ott elkezdett jobbra-balra táncolni úgy, hogy a kapus is a hosszúnál. Tehát igazából, hogy ott marad a helyén, és együtt csinál, akkor kiszűnt. Simán megvan. Keresztes Norbert. Ez egy szép volt, tényleg. Igen. Én adom. Nem minden, aki találok. De azért hallod, Norbikám, hogyha nézzel a műsorunkat, légy szív meg, úgyis őszintén, hogy ez beadásnak szántad, vagy kapura lövésnek. Jó? Vagy tudom, hogy írd meg privátban, nem kell nyilvánosban, írd meg privátban, légy szív. Kis Péter Olló. Tehát innen gyaníthatóan egy ollózó mozdulatot fog. Nem adták meg, gondolom, utána nem volt. Nem szidalmazták a bírót semmilyen szinten. Ez szöglet. Ez hol készült? Igen. Szöszögi. Visszafeje. És miért nem adta meg? Én sem értem. Várjál. Ez megkott. De ott csak nem is volt birkózás. Semmi. Ja, veszélyes miatt? Mert hogy ott a középső védőnek, mikor a tagy ollózott, nézd meg! Én azt nézem, hogy itt belül egy játékos eltűnik. Nézd meg! Ja igen, a piros játékos. Lehet, hogy ott van. De akkor miért nem fújta már ott be? Miért vártam a lövést? Ezt én is értem, hogy miért nem adta meg. Ja, igen. Igazad van. Hogy magas volt. Fejmagasság, nem? Meg érte is talán a védőgyereknek a fejét. De hát ez igazából nagyon rosszul tudja a játékvezető a szabálykönyvet, mert ilyenkor a védőnek a felelősség, hogy ne menjen bele az ollózásba. Hát a szép gól megakadályozása az... Na, nem szabad. Ezért sárga alatt jár. Rosszabb esetben kiállítás. Olyan kismét egy csodálatos ollózó mozgattal szerzett gólt, amit nem adtak meg sajnos, pedig aztán ez elképesztő bűnös volt. Igen.
Erő is volt benne, hogy az ollózós góloknál az szokott lenni, hogy néha egy bepottya minden ebben, majd mennyi legyen, sem ment a kapuba. Bevertem itt a büdös szart. Mihovics József edző, a Tóczed Mártonoknak az edzője, a Náprednek az edzője, hogy ott jártunk már. Így van. Epizódunkban. Innen üdvözlöm ott a Tóczed Mártoni pálya sarkánál a telken azokat az idős bácsikákat. Egész Szentmártont, mi a, milyen ki az egész falu. Összejönnek is itt van a... Mi mindig itt vagyunk. Itt Mihovics József, itt egy szabadulás fog következni, és itt van egy kis szöveg is előtte. Ezt most varja be, bazd meg a gecibe. Kicsit megnyugodjunk. Ott a büfé, a pálya büfé, látod? 1, 2, 3, 4 lépés. És a főső! Na igen, ennél jobban helyezni nem nagyon lehetett volna. Erő is volt benne, pont annyi, amennyi kellett, hogy a kifli még kijön a végén. De ez nagyon tanár, nem? Aha, nézd meg, hosszú fel. Tír! Ez olyasmi Messinek a gólya, nem a... Ki ellen? Kicsoda? Ja, igen. Liverpool, igen, az első meccs, amit 4-0-ra nyertek, ugye Messi rúgott, ott egy hatalmas szabadugás volt. Hát ez kb. Ugyanolyan levásolta. Mármint a Messi ő. Persze, nyilván persze. Azt mondja, most jön az 5. Nagy Bence, Sajó Szentpéter. Nézzük, Bence mit alakított. Hú, ez is kaputelefonon van fölvéve. Na. Azt mondja, majdnem a szöglet zászlótól érkezik egy szabadrugás, kapus látom elhigatja a sorfalat, megpróbálja, és a hosszú felső. Majdnem a null szögből. Uh-huh. Tehát mennyire két méterre, egy méterre álltak az alapvonaltól. Körülbelül. És nézd meg, még a kapus rakosgatja a sorfalat. Nehogy a rövidre lője el a gyerek, tudod. Oda rakott 3 ember, csak ugye emberünknek hatalmas jobbára van. Aha, és nem a rövidet próbálta meg. Mondod, megpróbálja a hosszút. Miért ne? Mondjuk ahhoz képest, ha megfelel a góltról, nem örültek annyira. Nem, annyira nem, mert valószínűleg idegenben játszottak, vagy nem tudom. De egyébként ez most már a harmadik gól, jól figyeltem, hogy a jobb oldali felsőnek. Mert volt az először a bal külis, aztán itt a Tóczed Mártoni edzőnek a gólja, és akkor hát Nagy Bence gólja is a jobb felsőbe, csúnyán beakadt. Szép volt. Ugye egy 6. Pocsai Ákos gólja, Kiskunhalas János Halma. A dobogóját játszott szombaton kora délután a Fadimor Kiskunhalas jerszényi. Na még egyszer. Ez egy kis videó, de... Igen. A dobogóját játszott szombaton kora délután a Fadimor Kiskunhalas jerszényi. Nagyon nagy volt. Hát ebben erő. Ez inkább ilyen erő volna. Nem az a nagyon helyezett, de nem is kellett. A kapusnak esélye nem volt. Ez szép volt. Ez egy erő szép volt. Ez szép volt. Ez legalább valami Kiskunhalas János, ez valami nagy rangadó volt. Gondolom, nem akkor tudom. Akkor írjátok már meg, Kiskunhalas János Halma. Azt tudom, hogy az Alföldön van. Onnan tudod, mert Kiskunhalas is ott van, és mivel egy osztályban játszanak, ezért ez nehéz lehetett így összeadni. Figyelj, a formális logika mesterem itt összeadta. Azt hogy egy kurva lakosságban. De mekkora kamu ember, nem is azt mondta, hogy Kiskunhalas, azt tudom, hogy János Halma az Alföldön. Jó. Azt mondja, hogy Pomáz. Távoli hulló. Uh-huh. Távoli hulló. Szányadik, hetes? Ez a hetes, igen. Ugye Pomázon már jártunk, egy nagyon-nagyon nézett epizódunk lett a Pomázi. Az. Oké. Ne! Olala! Az igen. Azt találod. Na, ezt most még egyszer nézzük ezt, meg? Várj, a mozdulatról még kíváncsi, hogy beadásnak szántam egy. Biztos. De nézd meg azt a háromszögelést, figyeled? Mhm. Uh-huh. Ez a támadás. Föl, föltekerte neki. Hogy ne. Drop, bam. Ez egy begyakorló figura, gyerekek. Ez nem beadásnak szánta. Ez nem. Ha figyelj, bent nem volt senki, nézd meg. Megbassza! Bocsánat! Olala! A gólőröm. Milyen szerény visszafogott ünneplés. Olala! 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 Allez, Poma! Poma! Poma, Stavol Hilló, majd írjátok meg nekünk, hogy ki szerezte ezt a találatot. Igen, Pomázis rácok, majd biztos megírják nekünk.
És hát én most nem akarok senkit se befolyásolni, de ez így szerintem eddig a top. Aha, szerintem is. Szerintem eltalálta. Meg ez, meg, hát tényleg, én legalábbis úgy láttam, hogy ezt így is akarta. Tehát, hogy belül nem, tényleg nem értem, csak támadó, a mellette lévő támadók is szerintem egy méterrel mögötte voltak, hogyha a vonalat nézzük. Neked kellett próbálni. Kapus kim volt. Nem akarom megbántani a fiút, meg semmi, tudni, hogy még megyünk pohátra, mert nagyon éreztük magunkat ott. De az élete lövése volt, én biztos vagyok benne. Azt mondja, hogy Sajtós Norbert, 8. Mezőkeresztesről érkezett ez a videó. Na, mutasd Norbikám, mit tudsz? Ah, ez szép lesz. Nem! Ez nagyon brazilos volt, tényleg. Ilyen fél fordulatból. Figyelj, beadás. Megcsúszik. Védő fején. Le se esik. Kiszabálom a mezőkeresztes 0-9. Szóval akkor ő... Szoros mérkőzés. Igen. Hát még egyszer megnézhetjük. Itt a berúgta is van, itt a brazil szamba. Gyönyörű mozdulat volt. Fölsőt el is találta, kilőtte, mint a szart. Nem gyenge. És főleg úgy, hogy 9 góllal nyertetek idegenben. Hát azért maxi rizpe. De mondjuk azért annyira nem örültek a gólnak, úgyhogy tudja, ez a 9. lehetett körülbelül, nem? Hát, teljesen mindegy. Tisza, és ráadásul gondolom, ez egy Tisza bábolnai tévé adta le, ugye mindig általában az egy tévé szokta leadni. Gondolom nagy örömmel adták le ezt a 0-9-es meccset a hazai közönségnek. Mindenki biztos nagyon büszke volt a csapatra. Nem baj, fel a fejjel. Azt mondja, hogy Sáros Aba Sárvíz mérkőzésre érkezik a következő gól. Szép löket volt. Erő volt benne. Jobban örültem volna neki, hogyha valamelyik főső sarkot célozza meg, de ne legyünk telhetetlenek, még mindig mennyire van szó. Nagyon szép volt. Nagyon örülnek. Jaj, erről a gólról van szó. Ez lesz az a gól szerintem, amire gondolod. Ugyanaz a fiú vajon? Szerintem igen. Nézd csak meg, jön a beadás. Kapásba balra, ott a kurva ilyen. És az előzőt az jobb lábbal ütte, nem? Aha. Nézzük csak meg. Jobban. Azt jobban. Az azt gyengépik lábbal, akkor azért nem találta a felső. Igen. Figyelj, jön a beadás. Bal, bot, rossz. Imádom, oké. Okay. Állam, nekem ez a kedvencem eddig szerintem. Én még maradok a pomázinál, de ez nagyon szép volt. Szeretem az ilyen kapufáról becsattanó gólokat. Erő volt benne, kapcsiból. Gyönyörű. Kettő szépségdíjas találat egy mérkőzésen. Igen. És most nézem, hogy Sáros Aba Glóc Herkules gólja következik. Uh-huh. Néz ki, hogy hatalmas gólokat rúgnak itt a Sáros díjak, vagy Abaiak. Itt most jön a 10. ugye, Sáros Aba Glóc Herkules találata. Ez a helyen a fiú, hallod? Nem mondom. Oh! Pacello! Pacello! Adás. Na menjél már innen! Takarod! Ez mindig ugyanaz a meccs szerintem. Na takarod! Ez egy meccsen három ekkora büdös nagy gólt lenni nem lehet, gyerekek. Ez ugyanaz a meccs, mint amit az előbb néztem. Ugyanígy kékmezes. Ugyanezek ellen játszottak. Várjál, nézzük meg. Nézd csak meg. Ugyanaz, basszú. Szegények. Egy meccse három ilyen büdös nagy gólt kapni. Jézus, ez balla! Mi van veletek, gyerek? Gyerekek, Sárosdon! Lassítva is megkapjuk ezt a gólt. Nagyon eltalálta a fiú. Mocskosul eltalálta. Jó, megpróbálja. És már kettő múlva. Ahogy eddig az összes lövése szerintem kiment az erdőbe, de ez most így nagyon. Eltalálta. Szép volt, nagyon volt. Seges Csurgó, megye 1. Csamagy, nem? Csurgó. Trollfocit is bevonja, mint a szaszánál annak idején. Ez a varázsszó egyébként, tartod a kamerát a megyei megszélén, és be kell mondani, hogy a trollfoc is mindig egy büdös meggól lesz belőle. A fáron csúszott, ugye?
Hori, menjél már onnan! Ez a legjobb választa. Hát, hogy az azt hiszem, Hori, menjél már onnan, takarod a sokat fejedbe ott a labdát. Csinosan vezettek egyébként, nagyon a rózsaszín. Jól látszottuk. Például gratulálok, volt csak nagy gól volt. Így van. Beverted, mint lóvalónak. Következő, Tímár Imre, Gyulafi Rátót, Balaton-Almádi. Gyulafi Rátónak külön csapata van? Na erről vesz, ezeket imádom, amikor kapufáról lecsaptam. De kétszer is, hallod? Kétszer is. Hatalmas gólt rúgott a gyerek. Kurva nagy. Hát ez szép volt, fiam. Ez csak bám. Vagy a Wembley gól. Vajnám, hogy Wembley gól. Vagy ki rúgott még ilyet? Frank Lampard. Németeknek talán, nem? És Tímár Imre. Felső kapufa. Rocsi. Ízelem kelet videóbíró, az nem volt. Vastagon. Hát ez nagyon-nagyon el lett találva ez is. De van egy találatunk. Ez ismerős. Amit élőben láttunk, ugye? Roland. Aki az első gólt lőtte, a hosszú fölsőt, mikor kiverte az. Igen. Roland. Oldani. Szóval egy tolás, két tolás. Jobban. És még ott szépen pingpongozott a labdafogó vasnál. A labdatartóvasnál. Nem, hálótartóvasnál. Na. Akármelyik nagy gól volt. Szóval nekem most így tehát nagyon-nagyon nehéz dönteni. Én vacilálok még mindig a Pomázin, a, mindjárt mondom, hogy melyik volt az a srác, a Glóc, nem, a Sáros Daba, a második gólja. Igen, én is a második, én azt lőném be magamnak, még mindig kedveztek. Mondom, hogy nagyon szerettem az ilyen kapásból előtt, tényleg lécet találó, és onnan lécről is még egy hatalmasat csattan a gólokat. Imádom, erő volt benne, meglátta a hosszú fölsőt, és kilőtte tényleg kapásból, balla, gyönyörű volt. Én maradok akkor a kisúszárási gólnál. Szerintem az volt a legszebb. Viszont ti megírjátok meg nekünk kommentben, hogy melyik volt a legszebb, és akkor indul a verseny. Amit a Borsodi támogat, és hogyha, tehát aki megnyeri ezt a versenyt, a ti szavazataitok, illetve kommentjeitek alapján, az kap tőlünk egy Borsodi ajándékcsomagot, és nagyon fog neki örülni. Meg egy trollfacit, igen. Egy trollfacis Borsodi ajándékcsomagot fog tőlünk kapni. Nagyon szépen köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok ebben az epizódban. Ha tetszett, amit láttatok, akkor itt ebben a sorban itt alul nyomjátok meg. Légy a feliratkozás gombot és mellette a kicsi aranygocskát. Amit még esetleg hozzá szeretnék tenni, az, hogy bár most ugye volt szezon van, borka szezon, nem nagyon vannak megyei meccsek, de már készülünk a következő szezonra, úgyhogy ha szeretnétek minket meghívni, akkor itt a ez alatt az e-mail cím alatt kérlek jelezzétek, és jövünk hozzátok, ingyen is bérmentve, és jövünk, és forgatunk, és... Na küldjetek sok volt nekünk, mert mi azt beraktuk, és akkor majd kapod az ingyen sört a kocsmában. trollfaciofficia@gmail.com, írjatok sokan, jó? Várjuk. Csumika. Csók a családnak.